Magyar aranyérmes a 11 csapatos hongkongi Premier League-ben, a 40-szeres válogatott labdarúgó Vadóz Krisztián a Kicsi SC színeiben lett bajnok, a kínai városállamban az utolsó fordulóban gólt is szerezve, jön a kupadöntő, előtte pedig a középpályást kapcsoljuk, ő van velünk. Szia Krisztián, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Megvan a bajnoki cím, de vasárnap kupadöntő, és mekkora esély van a duplázásra, tehát, hogy úgy mondjam, a munka, a küldetés még nem fejeződött be teljesen. Hál' Istennek nem fejeződött be, igen. Egyébként a duplázás már megvan, mivel az első mérkőzésem az pont egy Challenge Shield Cup volt, tehát már egy kupadöntőt hál' Istennek sikerült megnyernünk. Múlt héten ugye a bajnokságot az utolsó pillanatban sikerült behúznunk, és hál' Istennek van még hátra egy mérkőzés, most vasárnap játszunk a Szász Csajna ellen. Hogy mennyi esélyünk van, ugyanannyi, mint nekik, de hál' Istennek az utóbbi hónapokban azért sikerült már megmutatnunk azt, hogy talán mondhatom, hogy mi vagyunk a legjobb csapat jelenleg, szóval szeretnénk ezt ismét bizonyítani. Mekkora büszkeség hongkongi trófeákat nyerni, hongkongi bajnoknak lenni, mondjuk egy indiai sikerhez képest? Hát, hogyha azt nézzük, ugye most hát más nem tudtam csinálni, mint hogy itt hozzátenni, és nyerni ezeket a címeket. Indiában ugye ott az alapszakasz sikerült megnyernünk, végül is utána a rájátszásba, az elődöntőbe estünk ki. Szerintem bárhol nyer az ember, ugye arra megy ki a játék, tehát nekünk is ez volt a célunk, szóval aranyat nyerni mindig jó. Az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki csata, és az eredmény alapján végül is könnyű sikernek tűnt ez, de milyen volt a valóságban? Egy olyan mérkőzésről beszélünk, ahol neked is sikerült gólt szerezni. Hát igen, nekünk ugye nyernünk kellett, hogy bajnokok tudjunk lenni, már a harmadik percben 11-eshez jutottunk, ami még kimaradt, de utána nem is tudom, a 8. percben sikerült megrúgnunk az első gólt, és hál' Istennek jó ütembe sikerült mindig gólokat szereznünk. Az első fél idő vége előtt volt egy nagy lehetőség az ellenfélnek 2-0-nál, akkor szerintem szorosabb lehetett volna a meccs, hogyha azt berúgják, de a meccs képét nézve rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, és hál' Istennek frissebbeknek tűntünk, meg több kvalitással rendelkeztünk, szóval azért megérdemelt volt ez a mérkőzés, és ez a siker. Nézzük a Hongkongban nyújtott, a szezonban nyújtott saját teljesítményedet, hiszen a legkomolyabb kritikusod saját magad lehetsz. Te egy olyan speciális labdarúgó vagy, aki járja a világot, és mindig készen kell állnia arra, hogy meglehetősen magas szinten be lehessen vetni, és ezáltal jó szerződést kaphasson, és erős bajnokságban játszhasson. Ilyen szempontból ez a hongkongi megbízás, ez a, ahogy régebben itt beszéltük egymás között, ez a bérgyilkos feladat, ez milyen nehézségű volt, és milyen energiákat kellett, hogy mozgósítson benned? Igen, erről már sokat beszéltünk, kb. Ugyanazt kellett csinálnom, mint eddig, tehát hál' Istennek, ahogy megérkeztem, és már mondtam, hogy az első hétvégén már három edzés után ugye kupadöntőt játszottam. Most is hál' Istennek nem kellett egy mérkőzést sem kihagynom sérülés miatt, és végig azért sikerült hozzátennem a csapatjátékhoz. Szerintem jól sikerültek a dolgok. Következő héten lesz például a ligának, vagyis hát a szövetség ugye szervez egy estét, ahol kiosztanak különböző díjakat majd. Hál' Istennek ott is jelölve vagyok, aminek így örülök rögtön, nem tudom, pár hónap után, de hát ez nyilván annak köszönhető, hogy sikeres csapatban játszottam. Mondom, tehát fizikálisan jól érzem magam, ezt most vasárnap is meg akarom mutatni, hogy sikerüljön a triplázás,
és hát akkor könnyebben tudnak majd tárgyalni a menedzserei most nyáron. Nyilván már most elkezdtük a folytatást, illetve a tárgyalásokat a kicsivel, de hát így Ázsiában is már egyre jobban ismerik meg a nevemet, tehát már kaptunk azért más országokból is hívást, és hát ugye Európa mindig egy kicsit lassabb mostanában. A szeszélyes igazolásaimat nézve még az is lehet, hogy visszatérek, tehát totális káosz ismét. Na most, de hát a szeszélyes igazolásaidat nézve, akkor a két legvalószínűbb döntés, hogyha megpörgetem a földgolyót, akkor az egyik az, gondolom, az antarktiszi bajnokság, a másik pedig a Honvéd, nem? Hát igen, az antarktiszi még nem volt benne a pakliba, a Honvéd pedig olyan jól szerepel, hogy nem szabad ezt elrontani, semmilyen szinten, tehát most inkább csöndben maradok, nem tudom, mi lesz. Nyilván a legkézenfekvőbb az, hogy itt a kicsibe folytatom, hiszen ugye jövőre a bajnokok ligája, az ázsiai bajnokok ligája csoportkörébe kezd a csapat, ami mondjuk nekem is célom volt. Ugye idén, és az utolsó pillanatban sajnos elbuktunk, szóval szakmailag is előfordulhat, hogy itt még van valami befejezetlen dolgom a klubbal és a csapattal együtt. Nyilván, hogyha a csapat is úgy gondolja, meg a klub is, hogy én erősítést jelentenék a következő évben is. Azt azért tervezett, hogy egykori csapatod, a Honvéd, bajnokavatóján majd ott legyél, ha úgy alakul az NB1 végkifejlete? Hát nem akarnék ünneprontó lenni, és igazából nekem semmi közöm a Honvéd sikereihez, tehát ez az egyik része, a másik pedig még államérkőzést fogunk játszani 26-án a Tottenham ellen, tehát fizikailag se lenne lehetséges, hogy mint szurkolóként ott legyek az utolsó bajnoki mérkőzésen, szóval remélem lesz mit ünnepelni otthon, nekünk már volt mit ünnepelni, és van is lehetőségünk még mit ünnepelni itt a csapattal, szóval ez egyelőre két külön út, de hát amennyire csak tudom, azért próbálok ilyen messziről is bekapcsolódni, és legalább megnézni a mérkőzéseit a Honvédnak. Krisztián, ha már említetted, lesz egy mérkőzésetek a Tottenham ellen, egy bemutató barátságos mérkőzés, és akkor itt rá kíváncsi lennék arra, hogy milyen a millió, a környezet, a szurkolók megtanulták-e már a Vadóc nevet, mennyien vannak a lelátókon, és milyen a titeket körülvevő infrastruktúra meg életkörülmények ahhoz képest, amit például Indiában tapasztaltál, ugye rengeteg utazás volt, nagy távolságok és hatalmas elzártság, azért ez egy másik világ. Hát ez itt másik világ, ugye egy városban van az egész bajnokság, ami mondjuk, nem tudom, 8 milliós, tehát magyar léptékhez képest azért elég óriási városról beszélhetünk. Hál' Istennek, amennyire én észrevettem, a mi csapatunk a legnépszerűbb. Ez mondjuk nézőszámba átlagban 3-4 ezer nézőt jelent, tehát azért kb. Ilyen magyarországi szintű szurkolás van, tehát lehetne jobb is. Nyilván tehát az ilyen nagyobb mérkőzéseken a 10 000-et is eléri. A Tottenhamről meg ne beszéljünk, mert ott a Nemzeti Stadionba beviszik és megtöltik, hát nem miattunk sajnos. De tehát ilyen téren azért van hova fejlődni az itteni futballnak. A klubunknak elég jó edzőpályái vannak. Hát sajnos, vagy az én sajnálatomra azért műfűves pályákról beszélhetünk, hogy egész évben ne legyen vele probléma. És még mi volt a kérdés? Ja, a nevemet, hogy megtanulták-e? Hát úgy mondják, hogy Vadoszi, tehát elég mulatságos, amikor mondják, de hál' Istennek, amennyire nekem fordítják, jó értelembe véve használják a nevemet, tehát egy kis pipát tudok oda tenni, hogy
sikerült megmutatnom a jó dolgaimat a futballt illetően itt Hongkongban is. Krisztián, végül azt mondnák, hogy ha sikerülne az a tervet, hogy az vagy a kicsi csapatában, vagy másút az ázsiai bajnokok ligájában, csoportkörben komoly szinten focizzál, az nyitna egy esélyt afelé, amiről szoktunk egyébként beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy te a magyar válogatott szövetségkapitánynak látókörébe kerüljél, ha nem Európában vagy? Hát igazából, tehát a feladatot nézve, nyilván a szövetségi kapitánynak így is úgy is képbe kell lennie, ha BL-be játszik az ember, ha ebbe a bajnokságba, ha abba. Tehát nyilván a szurkolók, tehát a magyarországi megítélés sem változtathat egy kicsit, hogy még sikerül egy ilyen ázsiailag elismert sorozatban is játszanom, tehát a szakmát nem kell, hogy érintse szerintem, vagy ez az én meglátásom, hiszen nekik képbe kell lenni, nekik ez a feladatuk, nekem pedig nem az a feladatom, hogy megmondjam, hogy nekik mi a feladatuk, hanem jó kell teljesítenem, nyilván mondom, most egy sikeres csapatban szerepelhetek, ezáltal nyilván megnövekszik az a fajta érték, amit én is beleteszek egy játékosként a 11-be, vagy hogyha a tágabb értelembe veszük a 22-be, tehát más nem tudok csinálni, most vasárnap nyernünk kell ismét. Tehát azt kívánjuk neked egy további kupagyőzelmet, kicsi Vadóc gólokkal. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm szépen, szia, viszontlátás!